A Romhányi Auditoriumban köszöntötték a Védőnők Napja alkalmából a vármegye több mint 100 védőnőjét, akinek nélkülözhetetlen a munkája. Az ünnepséget és a szakmai napot Nyakas Eszter ápolási igazgató nyitotta meg. A védőnők munkája azt gondolom, hogy egy kiemelkedő, már csak nem 110 éve, hogy megalakult a védőnői szolgálat, és mi a Szentgyörgy Kórház keretein belül most ünnepelhetjük először a védőnőket. És most látunk rá igazán először arra a munkára, amit a védőnök nap mint nap csinálnak. Én azt gondolom, hogy a gyermek megfogantatását követően nem sokkal már fogják az édesanyák kezét, és a családokat kísérik a születés pillanatától kezdve, a gyermekek egészen késő iskolás koráig. Fantasztikus bizalmi légkör kell, hogy kialakuljon a védőnő és a család között. Nyakas Eszter hozzátette, a védőnőnek olyan tudásnak a birtokában kell lennie, hogy a kérdésekre megnyugtató választ tudjon adni. Fontos a prevenció, a tanácsadás és a családok kísérése. A védőnői szolgálat elsősorban a családok gondozásával foglalkozik, a kisgyermekektől, sőt várandós kortól egészen az iskola befejezéséig. Ugye a területi védőnők, akik a 6 éves, 7 éves korosztályig látják el a családokat, és az iskola védőnők pedig az iskolás korban követik tovább a gondozásukat, és hát ugye a gyermekekkel való foglalkozás, a fejlődésüknek az egészséges nyomon követése, ez mindenképpen egy örömteli dolog a kollégák számára. Bali Marianna hozzátette, a védőnők a kisebb településeken egyedül dolgoznak, azért is jelentős a találkozó, hogy érezzék, közösséghez tartoznak. Mint mondja, a konferencia során szakmailag és emberileg is tudnak töltődni. A védőnők a nap során többek között a családközpontú szülészetről, a hatékony kommunikációról, a csecsemő táplálás hagyományos és korszerű irányelveiről is hallhattak előadást.